Hollandiában a veszteségek nyilvántartását tervezik létrehozni. Ez a kompenzációs mechanizmus első eleme, amely értelmében Oroszország kárpótolja Ukrajnát az Orosz Föderáció katonai agresziója által okozott vagyoni veszteségekért, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök péntek esti videóüzenetében, közölte az Ukrinform. Hollandiával együtt azon dolgozunk, hogy megbüntessük Oroszországot ezért az agresszióért, és kompenzáljuk a háború által okozott károkat. Már van egy konkrét megoldás, a veszteségek nyilvántartása Hágában. Ez a jövőbeli kompenzációs mechanizmus első fontos eleme. Biztos vagyok benne, hogy más szükséges döntés is megszületik. Oroszország teljes mértékben felelősségre lesz vonva mindazért, amit Ukrajna és az ukránok ellen tett, hangsúlyozta Zelenszky. Az elnök megjegyezte, hogy a Mark Rutte holland miniszterelnökkel folytatott találkozóján megállapodtak az ukrán hadsereg fegyverarzenáljának növeléséről, valamint a terrorállamra való nyomás fokozásáról. Mark Rutte Hollandia miniszterelnöke február 17-én munkalátogatásra érkezett Kijevbe. A politikusnak ez a második látogatása a teljes körű invázió kezdete óta. Hollandia folytatja Ukrajna energiaszektorának támogatását. 40 energetikai berendezéssel megpakolt teherautó már úton van Ukrajnába. Az ukrán fegyveres erők számára elengedhetetlen, hogy legyen egy mozgósított tartalékja, annak érdekében, hogy lecserélhessék azokat, akik hosszú ideje a harci övezetben teljesítenek szolgálatot. Ugyanakkor csökkenőben van a hadkötelesek lelkesedése, közölte Natalia Humanyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője, adta hírül az Ukrainska Pravda. Jelenleg a lelkesedés csökkenése figyelhető meg azok körében, akik, mint mondani szokták, felismerték azt, hogy háborús körülmények közepette is teljes életet tudnak élni. Ezért nem sietnek a toborzó központokba adategyeztetésre, fogalmazott Humanyuk. A sajtószóvivő arra is kitért, hogy azoknak a hadköteles korú férfiaknak is fel kell keresniük a toborzó központot, akik a megfelelő dokumentumok alapján halasztást kaphatnak a mozgósítás alól. Ezt a törvényesen előírt módon megtehetik az érintettek, és ezzel elkerülhetők a mozgósításból fakadó kellemetlenségek, hangsúlyozta Natalia Humanyuk. A szóvivő felidézte Volodymyr Zelenszky elnök szavait, aki nemrég úgy fogalmazott: állampolgári kötelességünk megvédeni a hazánkat. Értékes adományokkal megpakolt busszal érkezett Márta Tibor, Fényes Létka polgármestere, Rezes József, a köt igazgatója, továbbá Magyarország ungvári főkonzulátusának munkatársai a Lemberg megyei Tuholka településre. Az ottani iskola korábban jelezte, hogy szüksége lenne egy nagy teljesítményű húsdarálóra, mert az övék korábban tönkrement. A Fényes Litkai felajánlásnak köszönhetően most megérkezett ez az eszköz, hogy a középiskolában tanuló 146 diák, az intézményben tartózkodó 10 menekült és további 12 óvodás ellátását biztosítani tudják. Emellett több zsák burgonyát, 3 láda almát és több száz tojást is kapott az iskola konyhája. A középiskolát mindemellett nagyértékű agregátorral is megajándékozták, melynek köszönhetően az áramellátás és az internet hozzáférés is biztosított lesz az épületben. Az iskolánk értékes és hasznos ajándékot kapott. A generátor segítségével biztosítani tudjuk az áramellátást az osztálytermekben. Ennek köszönhetően ugyanúgy tudjuk folytatni a tanulást, mint a központi áramellátás idején. Külön köszönetet szeretnék mondani a húsdarálóért, amit kaptunk, hiszen a miénk elromlott, és a mostani időkben az anyagi helyzetünk miatt is nehéz a beszerzése. Ezért a szakácsaink és a diákok nevében is nagy köszönet ezért az értékes segítségért. A magyarok már nem első éve működnek együtt a községünkkel. Itt van a csodálatos keresztút a templomunk mellett is. Ha jól emlékszem, akkor még tavasszal humanitárius segéllyel is támogatták az egyik lelkipásztorunk révén az akkor még 33 menekültet, akik nálunk lettek elhelyezve. Az ő nevükben is köszönöm a sok támogatást. Azok közül a menekültek közül már többen hazatértek, vagy Kijev környékén kerestek lakhelyet és munkát, hiszen nálunk nincs sok munkalehetőség.
A Kárpátokon túli területeken nem csupán a háború kirobbanását követően, hanem már korábban is jelen voltak a magyarországi támogatók. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy Tuhalka településen 2015-2016-ban sikerült felépíteni a görögkatolikus paplakot, amely amellett, hogy otthont biztosít a helyi lelkésznek és családjának, a hittanórák és a vasárnapi iskola lebonyolítására is alkalmas. Sajnos a háború kirobbanását követő márciusi hónapban a tetőszerkezetben keletkezett tűz miatt megrongálódott a helyiség, azonban a magyar partnerek segítségükről biztosították a lelkészt. Ez a Tuhalka településnek, a görögkatolikus közösségnek a paplakja tulajdonképpen, ahol állunk, amely a részben a helyi közösség összefogásával és anyagi áldozata révén épült fel, részben magyar állami támogatással. Magyarország számára nagyon fontos az együttműködés a szkólai járással, a szkólai járás Vereckéhez közeli településeivel. Tuhalka ugye a Vereckei emlékműtől levezető, Galicia felé levezető útnak az első nagyobb települése, és ezért nekünk nagyon fontos az itteni közösséggel való együttműködés. Ez egy 7-8-9 éves múltra tekint vissza. Nagyon sok formája volt a támogatásnak, sziklakápolnát építettünk, nem messze innen függőhidat magyar támogatással. Segítettünk rendbehozni, illetve berendezni ezt a paplakot, amely, ahol ugye közösségi terek is vannak, és mivel most a háború elején leégett ismeretlen okokból, és még nincs teljesen helyreállítva, reméljük, hogy ebben is majd valamilyen módon fogunk tudni közreműködni. A paplakon kívül egy kápolnát is sikerült felépíteni a magyar államnak a Szent Józsefát nevét viselő templom tövében. A kápolna mellett az első világháborúban hősi halált halt katonák emlékét őrzi, melyen négy magyar név is látható. Márta Tibor a tuhalkai görögkatolikus templomba egy a Mária Apócsi szűzanya szentképéről mintázott képet is hozott ajándékba, mely 90 évvel ezelőtt készült. Úgy gondoltuk, hogy most már az eszközök után fontos, hogy lelki erősítés is hozzunk ide, így a Fényesitkei Római Katolikus Egyháznak az Áhonyi filiájából plemánosról küldött ide egy Mária képet. Hasonló, mint a Mária Pócsi, ennek egy reprodukciója végeredményben, körülbelül 90 éves. Egy picit sérült, tehát sebek vannak rajta, mondtam az atyának. Ez hasonló, mint az ukránságon most ugye sebb esett. Úgy hiszem, ez is be fog gyógyulni, mint a képen begyógyították. Hiszem azt a Jóisten segítségével, meg a honfitársaim imádságával megerősítve, a magyarok imádságával megerősítve, hogy ez a sebb itt is be fog gyógyulni az ukránságnál, illetve itt a tuhalkai barátainknál. Ez pedig itt már Szkóle, ahol a helyi fogászati klinikára juttatott el a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása egy generátort, a Fényeslitkei székhelyű East Westgate Intermodális Logisztikai Szolgáltató ZRT jóvoltából. Kiemelném azt, hogy fontos, hogy megmutassuk azt, hogy mi a Határmenti Önkormányzatok Társulása, és amúgy kárpátaljaiak is, nem csak Kárpátalján próbálunk segíteni, nem csak Kárpátalján teljesítjük azt a feladatot, ami most ránk hárult a háború ideje alatt, hanem igyekszünk a hágon túlra is eljutni, nem csak a frontvonalhoz közeli településeken, hanem a szomszédos megyékben is próbálunk segíteni ott, ahol erre szükség van. A Lemberg megyei utat követően hazafelé már a Szolyvai Általános Iskolának adtak át egy generátort a konyhai ellátás akadálytalan működésének biztosítása érdekében, melyet Buhajla József, volt ungvári főkonzul révén, a Külgazdaság és Külügyminisztérium Kelet-Európa főosztálya ajánlott fel. Az intézményt folyamatosan támogatják Magyarországról. A korábbi években például a Kárpát-medencei óvodafejlesztési projekt keretén belül teljes mértékben megújult az intézmény óvodai részlege és a konyha is. Hálásak vagyunk a magyar partnereinknek, különösen Magyarország ungvári főkonzulátusának, azért a támogatásért, amit ma a Szolyvai Általános Iskolának nyújtottak. Itt az iskolában 80, az óvodai részben pedig 50 gyermek tanul. A szülők azzal kapcsolatban fordultak hozzánk, hogy segítsünk az áramellátás biztosításában, hiszen, mint ahogy azt önök is tudják, az országunkban most, a háború idején folyamatos támadás sújtja az energetikai infrastruktúrát, és gyakori az áramszünetek. A kérés egy generátorra vonatkozott, amely segítségével biztosítani lehet az óvoda és az iskola működését, beleértve a konyhát és a fűtést is.
Mi megkerestük az ungári főkonzulátust, és nagyon rövid időn belül meg is kaptuk a visszajelzést a magyarországi barátainktól. Így most átadásra került az áramfejlesztő, ami jelentős mértékben hozzájárul ennek az intézménynek a működéséhez. A magyarországi segítségnyújtás tehát folyamatos. Nem csupán Kárpátalján, hanem a megyén kívül is igyekeznek jelen lenni a magyar partnerek, hiszen az érdekük az, hogy Ukrajnában ne kelljen sem a családoknak, sem pedig az intézményeknek semmiből hiány szenvedniük. A közigazgatási reform előírásai, valamint az állami oktatási szubvenció összegének 20%-os csökkenése finanszírozási problémákat okozott a kárpátaljai oktatási intézmények fenntartását illetően. Mint ismeretes, az állami támogatás kizárólag a pedagógusok fizetését biztosítja, az iskolák, óvodák, liceumok és gimnáziumok működtetéséhez szükséges pénzösszeget, az adminisztratív személyzet bérét a kistérségeknek kell kigazdálkodniuk. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásával közösen elvégzett a magyar érdekeltségű kistérségek oktatási intézményrendszeréről szóló felmérése azt mutatta, az önkormányzatok zöme nem tervez átszervezést, a hiányt saját bevételből és megtakarításból tervezik pótolni. Elfogadott közoktatási törvény óta az ukrán központi hatalom és költségvetés kezd kivonulni a közoktatásból. A regionális reform után az oktatásnak a költségeit az állam és a központ az a kistérségekre hárítja. Már korábban is így volt, hogy a kistérségek feladata a saját bevételeikből fenntartani az iskolákat, a technikai személyzetet, és az állam csupán a pedagógusok bérét vállalja, de azt is egy olyan normatíva szerint, ami egy 25 fős osztályra van kiszámítva. Tehát azon kistérségekben, ahol egy osztályban kevesebb, mint 25 gyerek van, ott vagy arra kényszerülnek a kistérségek vezetői, hogy összevonjanak iskolákat, 25 fős osztályokat kialakítva, vagy a saját költségvetésükből fogják támogatni és kiegészíteni azt, hogy minden iskola megmarad, úgy, ahogy eddig volt, kevesebb létszámmal tudjon működni. Na most ez persze mindig az aktuális kistérség pozitív vagy negatív hozzáállásától, az ott élő politikai gondolkodástól függ attól, hogy mennyire fontos az. Ezt tetőzi az, hogy az éven a tavalyi költségvetéshez képest a központi költségvetésbe 20%-kal kevesebb pénzt irányoztak elő a pedagógusok fizetésére, ami azt jelenti, hogy ebben az évben, ha a kistérségek nem egészítik ki, akkor csak novemberig jut a pedagógusoknak bér. És itt nem csak a magyar iskolákról beszélünk, felmértük a helyzetet. Kiderült, hogy elég nagy hiány van a költségvetésben, ez a legnagyobb hiány az 15 millió a legnagyobb kistérségben, de van, ahol 3-5 millió van. A kistérségek vezetői úgy nyilatkoztak, hogy ők saját forrásból nagy részt meg tudják tenni. Az állami oktatási szubvenció deficitje a beregszászi kistérségben lett a legnagyobb. Míg 2022-ben az állami támogatás összege 147 millió hrivnya volt, 2023-ban az összeget mintegy egyharmadával csökkentették, és az állam csak 107 millió hrivnyával támogatta a pedagógusok bérét. A hiányt még fokozta egy elvétett minisztériumi számítás is. A mi számításaink szerint körülbelül 127 millió kellene a mi kistérségünkre, a minisztérium 119 millióba számolt. Az eltérés úgy alakult ki, hogy nem pontosan számolták meg, egy valamilyen aritmetikai hiba csúszott bele, 165 gyerekkel kevesebbet számoltak. Azt mondták, hogy lehet, hogy a jövőben ezt majd fogják korrigálni, de még plusz pénzt nem kaptunk. Így keletkezett körülbelül 5 millió hiány rögtön. A második probléma pedig az volt, hogy ha eddig a mi kistérségünknek 18,5 átlag gyerek volt előirányozva átlag osztályszám, most felemelték 19,5-re. Jelen pillanatban mi nálunk
A valós adat, ez 19,2. Mint hogyha nem volna nagy a különbség, de ilyen millióknál ez már jelentős összeg. Itt keletkezett egy újabb 6 milliós hiány. A következő tényező, amik szintén negatívan befolyásolta a költségvetést, hogy az idei évtől, január 1-től kikerültek az állami finanszírozásból a úgynevezett plusz tantárgyak. Ezek a fakultatív órák, a szabadon választott órák, az individuális órák. Megszületett váratlanul januárban az a döntés, hogy ezeket az órákat már helyi költségvetésből kell lesz finanszírozni. Mi ezt jelentettük a városi tanácsnak, és meg is kapjuk a 6,5 millió grivnyát, amivel tudjuk ezt a hiányt tudjuk takarni. A rendelkezésre álló összeg a 2022-23-as tanév végéig elegendő a pedagógusok bérének folyósítására. Ugyanakkor, ha az Oktatási Minisztérium nem kompenzálja a hibás számításai miatt keletkezett költségvetési hiányt, a következő tanévben valószínűleg átszervezéseket kell eszközölni a kistérség oktatási hálózatában. Abban az esetben, hogyha az a bizonyos aritmetikai hiba, ami megtörtént, orvosolva lesz, megkapjuk a városi tanácstól is a plusz 6 milliót, még számításaink szerint még mindig lesz 7 millió hiányunk, ami hatalmas nagy pénz, ez körülbelül egy hónapi bérezés a kistérségben. Ezt saját erőből mi már képtelenek leszünk kikorrigálni, ezért összevonásokat kell lesz végrehajtani. Nagyon óvatosan közelítjük meg ezt a helyzetet. Nagyon sok fog attól függni, hogy hány gyerek kezdi el szeptember 1-én a tanévet. Minél több gyereket várunk, mert hogyha csökkenni fog a gyerekek létszáma a falusi iskolákba, akkor gyakorlatilag képtelenek leszünk fenntartani. Hasonló gondokkal és problémákkal küzdenek a tiszaújlaki kistérségben is. Az oktatási szubvenció deficitje idén 7 millió hrivnya. Emiatt januártól úgymond költségtakarékos béreket állapítottak meg a tanároknak, a presztizspótlékot 10%-ra csökkentették. Székely Gusztáv, a tiszaújlaki kistérségi tanács oktatási bizottságának elnöke elmondta, a költségvetési hiány miatt és a hatályban lévő jogszabályok értelmében a kistérség oktatási hálózata a jövőben némileg átalakul. Az előzetes meglátásunk szerint a kistérség rendelkezik olyan forrásokkal, hogy az első negyedévet követően a szabad pénzek átcsoportosításával meg tudjuk oldani, illetve ki tudjuk egészíteni az oktatási osztálynak ezt a fajta hiányát, és remélhetően a későbbiekben a tanárok a tavalyi évhez képest hasonló fizetésben tudnak majd részesülni. Az oktatási törvények ugye előrevetítik, hogy a kistérségünkben is bizonyos reformokat, ha úgy tetszik, ugye összevonásokat kell lesz az oktatási intézmények vonatkozásában eszközölnünk, ami azt jelenti, hogy egyes oktatási intézmények hát leminősítésre kerülnek, tehát megszűnik például a középiskolai fokozata, egy-két oktatási intézmények általános iskolává minősülnek majd át, valamint előfordulhat az is, hogy az ódák egyes településeken összevonásra kerülnek az iskolákkal. Jelen pillanatban úgy látjuk, ezek a tárgyalások, tehát ezek a tervek még ugye folyamatban vannak és egyeztetés alatt vannak az oktatási osztály vezetőségével, hogy két úgymond bázisiskola marad a tiszaújlaki kistérségben. Az egyik tiszaújlaki egyes számú középiskola lesz és marad, a másik pedig a Salánki középiskola marad
középiskola elsősorban az ukrán, úgymond nyelvű, teljesen ukrán nyelvű oktatási intézményeknek jelenti majd a bázisiskoláját, míg a szalánki középiskola pedig a magyar tannyelven is oktató intézmények számára marad meg bázisiskolaként. Szerencsésebb helyzetben vannak azok a kistérségek, amelyek saját bevételből és megtakarításból tudják pótolni az állami oktatási támogatás deficitjét, és a jövőben nem tervezik az oktatási intézmények hálózatának átszervezését. Kántor József, a Nagydobronyi Kistérség oktatási osztályának vezetője elmondta, bár viszonylag kényelmes helyzetben vannak, a szubvenció jelentős csökkentése bizonyos problémákat okoz. Ami a szubvenció méretét illeti, sajnos a tavalyi évhez képest 10 millióval kaptunk kevesebbet, 10 millió grinnyával. Tehát ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben a 39 millió helyett az idén csak 29 millióval rendelkezünk. Tehát ez a csökkenő gyereklétszám mellett is problémát jelent, de úgy néz ki, hogy a fizetéseket meg tudjuk oldani. Átszervezésekre, elbocsátásokra nem fog sor kerülni, reményünk szerint. Valamelyest csökkent a gyereklétszám, de nem drasztikusan a tavalyi évhez képest. Az, amiben szerencsések vagyunk, ez az, hogy a gyereklétszám viszonyítva az osztályok számához a kistérségben optimális. Tehát amikor számolják a szubvenciót, azt egy bizonyos formula szerint számolják, amely, ha emlékezetem nem csal, ebben az évben abból indult ki, hogy egy osztály átlag létszáma az 18,5 gyerek. Nálunk ez meghaladja 19-et, így viszonylag kényelmes helyzetben vagyunk, bár a csökkentett szubvenció így is problémát okoz. Apat helyzetbe került az oktatási intézmények hálózatának átszervezésére kényszerülő kistérségek oktatási szakemberei megerősítették. A folyamat során arra fognak törekedni, hogy maximálisan megőrizzék a munkahelyeket. Úgyhán is volt egy találkozó. Szeretetbe kapaszkodva. Ez volt a mottója az idén a házasság hetének, amelynek fókuszában a házasság és a család, a megtartó párkapcsolat és a közös egység keresése áll. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A témáról Keresztes Ilona és férje Mohai Tamás tartott előadást azon a kerekasztal megbeszélésen, amelyet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szervezett. Azért jó házasság, mert annál nincs jobb dolog, mint hogy két ember egymásra talál. Azért, amikor felnövünk, elszakadunk a szüleinktől, leválunk arról a családról, ahonnan származunk, és attól fogva egyedül lennénk a világban, hogyha nem lenne valaki, akihez újra kapcsolódhatnánk. És szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy megtalál az ember egy idegent, valójában egy teljesen idegent, aki attól fogva az életének a legfontosabb embere lesz. Ez egy titok, ez valami nagyon szép dolog, hogy mitől tud két ember ilyen szorosan összekapcsolódni egyszer csak. Egy férfi, egy nő. Mint ahogy az a rendes, normális körülmények között szokott történni. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké való értékét, emelte ki a szakértő. Az Úristen az embert teremtett, és abból lett kettő. Két fele vagyunk egymásnak. Tehát én nem vagyok ember a feleségem nélkül, és vice versa sem. És az élet is így megy tovább, mert csak kettőnkből tud tovább menni az élet, és az Úristen ezt már sokkal előbb kitalálta, mint az embert, mert már növények, állatok is ugyanígy szaporodnak. És a biológián túl az, hogy az Úristen lehelte belénk a lelket, és a maga szeretetének a mintáját rakta belénk, az azt is jelenti, hogy mi úgy szeretjük egymást, ahogy a Jóisten szereti a Szent Háromságon belül ő magát, a világot, és a szerelem az pont arra való, hogy házasságban
ölcsöntestet. Annyiszor van a szerelemnek egy ilyen romantikus hevület arculata, aminek nincs formája. Olyan, mint a kilöttyintik a vizet, és úgy szanaszét folyik, és aztán úgy is marad, úgy kilöttyen megszárad, és hogyha van egy forma, akkor úgy marad évtizedekig. És ez a forma, ez a házasság nagyon jól ki van találva. Közismert terapeuták tapasztalata szerint nagyon sok pár megszenvedte a Covid időszakot. A tavaly óta dúló háború pedig bizonytalanságot, rendhagyó élethelyzeteket okoz. Ezért is fontos, hogy most a gondok közös leküzdésére fektessük a hangsúlyt, ezzel is segítve a nehéz helyzetben lévő párokat, mutatott rá Keresztes Ilona. Az idei házasság hetének ez a jelmondata, hogy szeretetbe kapaszkodva. Kapaszkodókkal, tele van az internet kapaszkodós fényképekkel, villamos kapaszkodó, autóbusz kapaszkodó, és hogy kapaszkodó nélkül nem tudunk megállni, amikor jönnek az éles kanyarok, és éles kanyarok mindig jönnek. Ami most itt Kárpátaljában, vagy itt egész Ukrajnában, az túlságosan éles kanyar. Hinni kell abban, hogy van ezen túl élet. És én azt gondolom, hogy ilyen időkben az nagyon fontos, hogy nagyon odafigyeljünk egymásra, nagyon szeressük egymást, és az is fontos, hogy higgyünk abban, hogy ez túlélhető. És hogyha veszteségekkel éljük túl, de akkor is túlélhető. És a veszteségek is kiheverhetőek, feldolgozhatóak, és akkor is túléljük. Tehát az életbe kapaszkodni nagyon fontos, és a jó Istenbe kapaszkodni is nagyon fontos, mert az életnek a legnehezebb kanyarai tényleg olyanok, hogy túl vannak az emberi erőnkön. Viszont aki nagyon szenved, akinek most nagyon nehéz, azt a Jóisten nagyon szereti. Tehát ahol a gonoszság elárad, ott a kegyelem is elárad, és ebben hinni kell. Ez az idő, ami nehéz idő, ez innen visszanézni a kezdetekre, a saját személyes életünknek, a családi életünknek, a szerelmünknek a kezdetére, az egy életforrás. És előre nézni oda, hogy a gyerekeinknek föl kell nőni, nekik is meg kell találni a párjukat, az is egy életforrás. Tehát ha jelen nehéz, akkor a múlt is, a kezdeteink a teremtés könyvéig, vagy a világ teremtéséig, meg a jövőbe, hát ezek a mi unokáink, azok rólunk fognak mesélni nagyszülőkorban, tehát 100 év múlva mi még élni fogunk, és addigra mi marad ezekből a háborúkból? Persze a krónikák följegyeznek sok régi nehézséget, de mindig vége lett, mindig kikeveredtek, mindig ment tovább az élet, és ez a hit valóban, meg ez az egymásba kapaszkodó, és nem csak párok, házaspárok, hanem ahogy itt ül 100 házaspár hátul mögött az asztalba, ez a legnagyobb erő, hogy összetudnak kapaszkodni az emberek, az egyik almalét hoz, a másik disznót, a harmadik süteményt, a negyedik a jókedvét hozza, az ötödik azt, hogy kiállok és okleveleket adok, szóval a kis dolgokban valósul meg a nagy. A kezdeményezés, amely Valentinnap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet, közel 2 évtizede indult Angliából. A házasság hetét ma már 4 kontinens 21 országában ünneplik. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 11. alkalommal rendezte meg a tematikus rendezvénysorozatot. Azért tartjuk fontosnak, hiszen ez egy nagyon szép ünnep, én azt gondolom, amit már 11 éve ünneplünk, és mindig 3 olyan programunk van, amit megszervezünk ezen a héten. Általában hívunk egy előadót, egy olyan házaspárt, akik tiszteletnek örvendnek, és mi is példaképként nézünk rájuk, tehát ilyen Keresztes Ilona és Mohai Tamás. Ők már 2014-ben voltak itt nálunk, úgyhogy nagyon örülünk nekik, hogy ismét eljönnek. Ebben a nehéz időben nem mindenki mer most ide jönni Kárpátaljára, úgyhogy innen is üzenem nekik, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Illetve ilyenkor szoktunk vacsorázni, tehát nagyon fontos, hogy a házaspárok találkozzanak kettesben, mikor a gyerekeket ott hagyják a nagymamánál, nagyapánál, és akkor ketten tudnak egy kicsit egybe lenni. És még fontosabb, közösségbe. Tehát mikor itt a nagycsaládosok összejövünk, és akkor tényleg ez az a hely, amikor csak mi, csak nagycsaládos apukák, anyukák találkozunk, talán egy kicsit úgy mulatunk és elengedjük ezt a nehéz évet, hiszen amit mi végigcsináltunk ebben az évben, én azt gondolom, hogy meg lehet szorozni 10-szer, 20-szal is, mert felér, biztos, hogy nagyon sok embernek nagyon sok ősz hajszála lett ettől. És a harmadik rendezvényünk, amit minden évben megszervezünk, az pedig a színház. És az idén Vitnyánszky Attila, a főigazgatóra a Nemzeti Színházba meghívott minket, az Egri csillagokat fogjuk megtekinteni, és nagyon örülünk neki, hogy erre a 3 alkalomra így sor kerül.
A több mint 1000 tagcsaládot számláló szervezet elnöke hozzátette. A 10 éve működő egyesület az év során még számos olyan rendezvényt szervez majd, amelyek a házas párokra összpontosítanak, elősegítve azt, hogy minőségi időt tölthessenek egymással.